Az elkövetői kör tevékenységére még tavaly májusban hívták fel a pénzügyi nyomozók figyelmét az adórevizorok. A szervezet jól működő gazdasági társaságok költségeinek csökkentésére működtetett ukrán ügyvezetők közreműködésével létrehozott munkaerőkölcsönző cégeket, amelyek kizárólag fiktív számlák kibocsátására szolgáltak. A bűnszervezet tevékenységének módszere az volt, hogy jól működő gazdasági cégek alkalmazottait, akár régebbi dolgozóit is bejelentették a munkaerő kölcsönző cégekhez, majd színlelt szerződéssel kölcsönbe vették őket. Így a munkáltatással összefüggő járulékok fizetési kötelezettsége nem a valós foglalkoztatókat terhelte, hanem az ukrán vezetők által irányított stróman cégeket, akik pedig nem fizették be a járulékokat. Ezen felül a kölcsönbe adó cég által kiállított számla után áfával is csökkenteni tudták fizetendő adójukat a jól prosperáló vállalkozások. A gyanú szerint 36 működő társaság vette igénybe a bűnszervezet szolgáltatásait. A 30 helyszínen tartott akcióban 80 pénzügyi nyomozó vett részt, munkájukat 60 adórevizor és pénzügyőr segítette. Az eddigi adatok alapján a költségvetésnek okozott kár meghaladja a 500 000 000 forintot.